Duna haraszti legszebb részén, a Sportszigeten, a Dunaparton zajlott augusztus utolsó hetében egy ötnapos tábor. A szervezők részéről Gergely Tamásnéval és Ágoston Mihállyal beszélgettünk a tábor hangulatos környezetében. Legutóbb a Teértett Baptista Keresztény Misszió által szervezett gyerekeknek szóló napközis táboráról számoltunk be, most pedig egy másik táborban vagyunk. Ez kiknek szól, kik a résztvevők? Ez a tábor fiataloknak, tinédzsereknek szól, 15 évtől körülbelül 19-20 éves korig. Úgy látjuk, hogy egyre jobban szét kell bontani a korosztályt a táborainkban, és ez a korosztály az, aki a legérzékenyebb arra, hogy kikkel van együtt. Úgyhogy most már harmadik éve, hogy külön szervezünk ifjúsági táborokat kifejezetten ennek a korosztálynak, és évközben is tartunk velük alkalmakat. Honnan érkeztek a fiatalok? A többsége dunaharaszti, vagy dunaharaszti környékéről. Milyen céllal rendeztétek meg a tábort? Célunk a táborban abban megegyezik a gyerek táboréval, hogy szeretnénk ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak, családjaiknak Isten szeretetéből adni. Nekik egy tartalmas, minőségi időtöltést biztosítani, ahol közösségileg is formálódhatnak, együtt közösségé formálódhatnak, fel tudják tenni a kérdéseiket, és nem az van, hogy csak otthon ülnek és úgy töltik az időt, és ezt keresztény felekezet független légkörben tesszük, tehát a Biblia alapján készítjük azokat a programokat, ami alapján mondjuk ők életvezetést kapnak, vagy a játékokat úgy játsszuk, hogy egymásra tudjanak figyelni, és tanulják azt, hogy hogyan kell egy közösségben élni. Úgyhogy ez a fő célunk, és az, hogy ők továbbiakban is egy közösség maradjanak, ne csak a tábor hetén. Beszéljünk egy kicsit a tábor szervezésének és lebonyolításának hátteréről, hiszen egy több éves együttműködésről van szó. Igen, a Vol Életszava Alapítványnál már többször az általam elhangzott az interjúban, hogy annak idején én is ott táboroztam, én is ott önkénteskedtem, és nekik van egy olyan missziójuk, ami gyülekezeti szolgálatok néven fut, és különböző gyülekezeteknek segítenek abban, hogy a fiatalokat, gyerekeket elérjék, és mi erre kértük fel őket, hogy az ifjúsági korosztályt, amihez mi már idősebbnek tartjuk magunkat, segítsenek lekötni, segítsenek egy olyan programot összeállítani, ami ő hozzájuk szól, ő róluk szól, illetve vannak, akik a tolmási táborba is járnak, és ide szívesen eljöttek, hogy van ez a közös együttműködés, és már nem idegen volt számukra mondjuk a Vol Életszava név. És ha már a programoknál tartunk, a Vol Életszavától Ágoston Mihályt köszönhetjük, hogyan épül fel a tábor öt napja. Nagyon érdekes volt, mert az elején kicsit rögtönöznünk kellett, de nagyon sokat igyekeztünk, hogy Kriszta mondta, játékokat, bibliai alkalmakat szervezni. Emellett pedig angol oktatást is biztosítunk a táborozók számára. A napunkat reggelivel kezdjük, utána vannak játékok, amivel mindenkit igyekszünk bevonni, és vannak logikai, vannak ügyességi játékaink, de a cél az, hogy csak együtt jól érezzük magunkat, és persze vannak nyertesek, vannak vesztesek, de a móka az, amire mindig a játékokat próbáljuk kihegyezni. Utána van egy ilyen reggeli bibliaóránk, esetleg egy ilyen összejövetelünk, attól függ ki, hogyan szereti hívni, ahol akár éneklünk, valaki megosztja az életének a történetét, hogy hogyan is kapcsolódik igazából az ő élete a valláshoz, Istennek. És utána van egy tanítás, vagy előadás, amikor igyekszünk olyan témákat feldolgozni, ami akár hívő, keresztény, vallásos embereknek, akár hitetleneknek hasonlóan gondolat gerjesztő, vagyis könnyen és sokat tudnak gondolkodni rajta. Én például szeretek a kezdetek kezdetével, hogy honnan is származunk valójában azzal foglalkozni, illetve függetlenül attól, hogy most honnan is jöttünk, akkor térjünk rá arra, hogy mi az életünknek az értelme. Igyekszünk ilyenekkel foglalkozni délelőtt során, aztán ebédelünk, a ebéd előtt még van egy angol oktatás, és a délután az főleg kötetlen, szabad foglalkozási lehetőség. Volt, hogy elmentünk lézerharcozni, volt, hogy kinek kimentünk a kis rétre frisbizni. Általában ilyenkor szoktunk így a többiekkel kicsit jobban belelendülni a kapcsolatépítésbe. Úgyhogy így néz ki a programunk, aztán a napot egy uzsonnával, vacsorával zárjuk, és akkor ki mikor szeretne hazamenni, így addig tart a tábor, amíg mindenki el nem tűnik.
Számodra mit tartogatott ez a tábor, milyen élményekkel, milyen tapasztalatokkal zárod az 5 napot? Én egyébként táborszervezésből élek, úgymond, tehát én egy másik tábort szervezek így nyár közben, és nagyon-nagyon felüdítő volt egy másik táborban végre részt venni, így hosszú évek után, és nagyon jó mindig különböző részleteit megtapasztalni egy tábornak. Ahonnan én jövök, ott 150 táborozó van egy héten, és ott nincs meg ez a családias, bensőségesebb hangulat, és ebben nagyon tetszett, hogy egyen-egyenként ismertem mindegyik táborozót, és tudtam mindegyikkel kicsit többet elmélyülni, elbeszélgetni, és jobban megismerni azt, hogy honnan is jönnek valójában, akár fizikailag, akár, de talán lelkileg, vagy gondolkodásilag, mit is gondolnak ők a világról. Úgyhogy elképesztően jó volt a kötött programokban is látni, hogy jól érzik magunkat, de főleg így a kötetlen, szabadidős része az, ami engem leginkább megfogotta, hogy jobban meg tudtam őket ismerni. Hogyan tudnak a dunaharaszti fiatalok, az Amerikából érkezett fiatalokkal beszélgetni? Nem a nyelvi szintre gondolok, hanem arra, hogy miben találják meg a közös hangot. Nagyon érdekes. Én 2 évvel ezelőtt voltam kint Amerikában először, és nagyon érdekes volt meglátni, hogy a magyar fiatalok és a külföldi amerikai fiatalok nagyon hasonlóak. Tehát nagyon ugyanabban a világban élünk, az internet világában, ugyanazokat a celebeket nézzük nagyjából, ugyanazokat a telefonokat használjuk, ugyanazokat az alkalmazásokat, a TikTok, a Snapchat, és a többi, és a többi. És egy ilyen nagy lámpa búra villant fel a fejem, hogy nem vagyunk annyira mások, és nagyon-nagyon sok közös van bennünk. Úgyhogy akár, mint egy magyar fiatal elbeszélget, egy magyar fiatal ugyanazokkal a témákkal lehet beszélgetni egy külföldiekkel. Persze megvannak a különbségek, a sajátosságok, de a legtöbb dolog én úgy látom, hogy nagyon hasonló. Emellett az együttműködés mellett milyen támogatás mentén sikerült megvalósítani a tábort? Nagyon sokan támogattak minket, amiért nagyon hálásak vagyunk, mind az önkormányzat részéről, mind a baptista egyház részéről. Voltak magánszemélyek, akik külön segítettek, vagy anyagiakban, vagy abba, hogy oda tették. Tényleg mindenki, aki itt van, az önkéntesen jön el segíteni, és ez nagyon sokat jelent. Hálásak vagyunk annak, hogy vannak olyan, hogy mondjam, szervezetek, akiktől mondjuk ételt, vagy bármilyen egyéb hozzávalót veszünk, akkor ott kedvezményt adnak. Tehát tényleg ez nagyon jól esik nekünk, hogy így szívügyüknek tartják ezt az egész tábort. És hát van egy angliai támogatónk is. Ma itt van köztünk professzor dr. Erik Berett, aki egy nagyon komoly háttérre rendelkezik. NASA-nál dolgozott 20 évig, és a műholdakkal foglalkozott, illetve egy kutatóközpontnak az igazgatója, és ő nagy szívügyének tartja ezt a tábort, meg azt a munkát, amit itt mi harasztin végzünk, úgyhogy ő mind anyagiakban, mind abban támogatott minket, hogy eljött közénk. Ő már most az utolsó napon reggel óta itt van a fiatalokkal, mi mindent tud velük megosztani? Először a személyes életéről mondott néhány dolgot, aztán ő könyveket ír, amiket lefordítanak magyar nyelve, fiataloknak is szóló könyveket, vagy főként fiataloknak, ezekből hozott nekik ajándékba néhányat, és tudtak válogatni, és utána kötetlenül lehetett feltenni a kérdéseket. Ő egy keresztény ember, tehát mind a hitével kapcsolatban, vagy akár a Isten és a tudománnyal összefüggő kérdéseket, vagy amiket éppen eszükbe jutott a gyerekeknek, és úgy tényleg utána itt ragadtak, köré ültek, beszélgettek, többen jól beszélnek angolul, aki nem tudott, annak biztosítottuk a tolmácsolást, úgyhogy most itt van együtt velük, és időt tölt velük, és ez nekünk nagyon jól esik. Mi az az egy dolog, amit kiemelnél ebből az egy hétből, ami számodra a legfontosabb volt ebben a táborban? Talán a hangulat, hogy én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan hangulatot teremteni, ami mindannyiunknak egy nagyon pozitív élményként visszük el, és szeretnénk még újra és újra átélni. Köszönjük szépen, és egy jó táborzárást kívánunk a mai délutánra!